A Diugrató Szakág 2020-as évi országos közgyűlésén veszünk részt. Itt Kiskunhalason a Hírling József lovasbázisban Bálint Gáborral beszélgettünk. Fiatalos lendületedet a lovas társadalom szeretete övezi már réges régóta. Hogy honnan táplálkozik ez? Én már 10 éves koromban ültem először lovon, és akkor egy pár év más irányú elfoglaltságom is volt leszámítva gyakorlatilag. Ugye most töltöttem be a 70. életévemet nemrég, úgyhogy ez a folyamatos, ugye több mint fél évszázados lovaglás különböző szinteken, és emellett még más egyéb sportágakkal megpróbálkoztam, de a lovaglásnál maradtam. Mutassuk be akkor a lovas pályafutásodat egy pár szóban. Mint már említettem, 10 éves voltam először, a budapesti Honvédba kerültem, még ugye még gyakorlatilag gyerekként, és akkor az ifi éveimet ott töltöttem több mostani ismertebb lovassal, többek között Juhász Zoltánnal, Csete Gáborral, Komjáti Györggyel. Utána én átkerültem máshova, lovagoltam Visegrádon, aztán talán a leghosszabb időt Sarlospusztán töltöttem, ahol ágazatvezető voltam, illetve idegenforgalmi igazgató helyettes, ahol többek között olyanokkal versenyeztem együtt, mint Zupán Péter, aztán Pénzes Gábor, aki ugye most ezt a hagyományőrző vonalat viszi, és meg többekkel, úgyhogy ez az életemnek talán az egyik legszebb időszaka volt. Kint dolgoztam hosszú éveket Németországban, illetve Ausztriában, és amikor hazajöttem, gyakorlatilag a rendszerváltás után nem sokkal, akkor itt tovább folytattam először versenyzőként, aztán edzőként, tanítványaimmal is sok sikert tudtam elérni. Többen voltak többszörös championok, aranyos kupa győztesek. Most már ugye versenybíróként működöm az elmúlt években, és a fejének ugye hivatalos személye, tehát fejé steward is vagyok, többször járok évente külföldön, és hát ez engem nagyon szépen leköt, hiszen ugye már évek óta nyugdíjas vagyok, de szeretem csinálni, talán nem is csinálom rosszul. Mit üzen a fiataloknak? A fiataloknak azt üzenem, hogy ebben a sportban, mint általában minden sportban, csak a kitartó, szívós munka. Minél többet üljenek lovon, tehát sajnos találkozom olyannal, hogy lehetőség lenne az, hogy valaki klubtársának vagy bárkinek a lovára fölüljön, vagy hasonló lehetőség, és akkor hát az nem az én lovam, az nem, meg vizé, most nincs időm, stb. Tehát itt csak úgy lehet ebben a versenysportban eredményeket elérni, hogyha kitartóan, rendszeresen, nem egy héten kétszer-háromszor lovacskázom, hanem képezem magam, már mint ugye a fiatalok, tehát képezik magukat, megfelelő edzőt, megfelelő lovat, megfelelő háttér, természetesen ez szükséges ehhez, hogy ott eredményeken szerepeljenek.